Láthatatlan jel. Mindig imádtam apa meséit. Kivéve, amelyiket a 10. születésnapomon mesélt. Volt egyszer egy ország, ahol mindenki örökké élt. Ez nagyon szép, csak hogy, mivel soha nem halt meg senki, a hely bizony előbb-utóbb szűkösnek bizonyult. Ezért a király, aki maga is kiszorult a palotájából, a számtalan utóda miatt parancsot adott ki. Ezennel megparancsolom, hogy minden család válasszon ki egyet a tagjai közül, aki meghal. A tömeges kivégzés után garantáltan több helyünk lesz. Lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, de nincs más választásunk. Minden család kiválasztotta az áldozatát, kivéve egy családot. Uram, nem tudunk dönteni. Annyira szeretjük egymást, hogy inkább mind meghalunk együtt. Ne! Nem halhatnak meg mind! Mi lesz a pékséggel? Ők sütik a legfinomabb fahéjas fánkot a birodalomban! És mi lenne, ha mindegyikünk levágná egy-egy testrészét? Ha ezeket összeraknánk, az kiadna egy teljes embert, tehát egyel kevesebben lennénk. Meggondolandó! Folytasd! Csak hogy a kislánynak nem tetszett az ötlet. De apa, én szeretem a lábam. Hogy lehetsz ilyen önző? Inkább halljon meg valamelyikünk. Én odaadom a karomat, én a jobb fülemet. Én szívesen felajánlok egy-kettőt az ujjaim közül, én meg az orromat. Ha lesz egy láb is, megkötjük az üzletet. Végül is lehet egy lábbal is élni, na jó, legyen. Miután a hóhér megtette kötelességét, a család bizony igen síralmas látvány nyújtott, és az üzletük hanyatlásnak indult. Elhatározták, hogy ezentúl postán fogják fogadni a megrendeléseket, és a szomszédos birodalomba fogják szállítani a fahéjas fánkot, és mivel így senki sem látta őket, a forgalom felvirágzott, és óriási vagyont halmoztak fel. Az apa ezt mondta a kislányának. Látod, mire vagyunk képesek, ha mind összefogunk? Vége. Ez volt életem utolsó születésnapi zsúrja. Két dolgot imádtam legjobban az életben. Hisz a lábad elé. A futást és a matekot. Apám matematikus volt, úgyhogy a matekban végül is őt imádtam. Miért? Mit olvasol? Számtankönyv? Mindketten a számok bűvöletében éltünk. A mi családunkban 1+1=3 volt. Figyeled? Mindent tudok. Remélem, nem felejted el, mire fel. Boldogok voltunk. Apám az egyetemen futóbajnok volt, és mindig arról álmodtam, hogy egy napon le fogom győzni. De apám utolsó jó napján egyikünk sem nyert. Mi a baj? Ekkor vált szokásommá a kopogás. Minden koppantás egy számot jelentett, és minden számtól biztonságban éreztem magam. Nélkülük magányos lettem volna. A testet ma már meg tudják gyógyítani. De vajon igaz ez a lélekre is? Az apám úgy tűnt, nagyon messze jár, de rettenetesen hiányzott, és vissza akartam kapni. Úgyhogy alkut kötöttem a világgal. Mindenről lemondok, amit valaha szerettem, és cserébe a világ visszaadja az apámat. Nem ettem többé édességet. Nem mentem moziba. Nem találkoztam a barátaimmal. Nem nézegettem térképeket. És a futást is abba hagytam. Minél jobban szerettem valamit, annál messzebbre dobtam magamtól. Egyedül a számokat tartottam meg. Ha sikerült egyfolytában 43 ugrás az ugrókötélen, vagy ha egymás után 27-szer sikerült elkapnom a labdát, vagy ha a lehulló levelek száma megegyezett az apám nevében lévő betűk számával, akkor lehet, hogy visszakapom. Szünet nélkül számoltam, és szünet nélkül reméltem. A számok biztonságot nyújtottak. Megbízhatóak voltak,
és tökéletesek. Aztán egy nap anyám úgy döntött, hogy a három egy túlságosan nagy szám. Mit csinálsz? Kirúgsz itthonról? Nincsenek barátaid. Nincs munkád. Ideje, hogy elköltözz. De én szeretek itt lakni. Hazudsz, Mona. És az a legnagyobb baj, hogy nem is veszed észre. Nekem kell vigyáznom rá. Nem neked. A harmadik éjszaka után a matek könyvemmel együtt azt mondtuk, ebből elég. Figyelj, az első havi lakbért vállaljuk. Van egy kis spórolt pénzem, és itt van az apád rokkant nyugdíja is. Sosem fog lakást találni. Sehol sincs olyan erős WC, mint nálunk. Kiadó. Hirtelen megéreztem, hogy mit is jelent valójában a végtelen. Valami nagyon-nagyon hosszút. Mama! Mona Gray-el szeretnék beszélni. Én vagyok... Mrs. Gelbent vagyok, a volt általános iskolád igazgatója, ha emlékszel. Igen? Összefutottam a mamáddal a pékség előtt, és most, hogy a matematika tanárunk se szó, se beszéd, fogta magát és elrepült Paraguayba, hogy csatlakozzon a forradalmárokhoz. Én meg hallom a mamától, hogy itt élsz a városban, és nincs állásod. De van egy matematika tanári diplomád, azt mondtam magamnak. Bingo! Bingo, az... új matek tanárunk! Emlékszem, mikor kislány voltál a szünetekben, amíg a többiek labdáztak, te ültél a mászóka tetején, és írásbeli osztásokat végeztél. Tiéd az állás, Mona Gray! Miért mondtad, hogy megvan a diplomám, mikor tudod, hogy ott hagytam az egyetemet? Hogy ki tud fizetni a lakbért, dolgoznod kell. Igazán? Nem te küldtél el otthonról? Tetszeni fog a tanítás. Ki van zárva? Üdvözöllek az új életed helyszínén! Szeretnénk azt hinni magunkról, hogy egy lépéssel a korunk előtt járunk. Külön tanár minden tantárgyra. Úgyhogy mától te vagy a mi ifjú Miss Matematikánk. Nem ártana egy kissé felfrissíteni a dekorációt, valami vidámmal és olyan matekosan viccessel. Azt hiszem félreértett. Nem vagyok tanár. Ráadásul... Ugyan én... már! Valamikor el kell kezdeni, majd belejössz. Azt hiszem, itt voltak a matek órák Mr. Johnson. Ugye? Egy, kettő, három, öt, nyolc, tizenhárom, huszonegy. Ki tudja megmondani, hogy mi a következő szám ebben a sorban? Miss Gray? 34. Helyes a válasz! Bravo! A nyakában mindig ott lógott egy lánc, melyre viaszból készült számokat függesztett. A számokat a hangulatától függően cserélgette. Ha jó kedve volt, nagy számot viselt, ha rossz, kisebbet. Mr. Jones hangulatai hétfőtől péntekig. Kíváncsi voltam, vajon vannak-e számai az apám hangulataihoz is? A világ csak a számokat látta bennük, de számunkra sokkal többet jelentettek. Egy napon Mr. Jones abba hagyta a tanítást, és nyitott egy szerszámboltot.
De hogy miért döntött így, azt csak én tudtam. Nagyobb számokra vágyott. Soha többet nem beszélgettünk. Szóval, számíthatok rád? Sősök. Miss Gray vagyok. Hívhatlak mamának? Másodikosok! Feltettem néhány számot a falra. Gyerekek! Ódos állati! Azta, ez király! Szerintem a legjobb a kettes, és a kilences is szuper. Nekem az ötös tetszik. Harmadikosok vagytok? Igen! Igen. Hogy hívnak? Ömer Gravlaki. Aha. Üljetek le, legyetek szívesek. Mit szólnátok egy játékhoz? Mi lenne, ha mindenki megmondaná a nevét, és hogy mi a kedvenc száma? Hú, eltalált! Hogy hívna? Danny Omadzi. Danny, csúnya dolog a másik fejére lőni. Légy szíves, menj a sarokba, és fordulj a fal felé. Oké. Ez nem ír! Miért mehet a sarokba arccal a falnak? Azt hiszed, az olyan a jó? Én inkább büntetésnek szántam. Mm. Tessék! Rita Williamsnek hívnak, és csak azt szeretném mondani, hogy Ellen mindig bepisil, ha izgul. De van váltó ruhája a tanáriban. Fúj, de undorító! Erre egy öltözet. Ellen! Miss Gray, Lisa Venusnak hívnak, és a kedvenc számom az 1 milliárd. Tessék? Nem azt kérte, hogy mondjuk meg a nevünket és a kedvenc számunkat? Bizony, ébresztő Miss Gray. Hogy hívnak? Andy Jano. Lisa, tudnál mondani egy másik kedvenc számot 1 és 9 között? 9, vagyis 2, nem 7. 7? Igen, 7. Értem. Van más jelentkező is? Én! Leven Beesnek hívnak, és a kedvenc számom az 1. Jól van, Leven. Lisával gyertek előre, és mutassátok be a testetekkel a kedvenc számaitokat. Mennyi Leven és Lisa összege? 8. Úgy van. Megsúgták a tetvek a zsíros sajátban? Nem is vagyok tetves. En azért ilyen utálatos, mert a szülei válnak. A mamám az ügyvédje az ő mamájának. Nem is igaz. Nem válnak, csak törvényesen külön költöznek. Evan, az ügyvédi titoktartás mindenkire vonatkozik. Csst. Jól van, ki szeretne 8-as lenni? Lehetek én? Gyere, Dani. És ki legyen az összeadás jel? Én! Íme az első élő szobor egyenlet. És most mit csinálunk? Most pedig mi lenne? Mit szólnátok? Ha most a számokat a természetből vennénk, egyikőtök behoz egy számot minden pénteken, és bemutatja, hogy milyen számot hozott. A játék neve az lesz, hogy számok és anyagok. Milyen anyagok?
Lehetek én az első? Hát persze, Lisa Vénusz. Ügyes legyél. Jól van. Jó, hogy te vagy az új matek tanár. Apa! 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 Apa, képzeld, ma volt az első! Mona, Mona, egy könyvben olvastam erről. Egy harvardi orvosprofesszor írta. Amit itt látsz, az egészség köre. Elmagyarázom. Mindjárt megérte, gyere, gyere csak. Szóval a professzor szerint, és olimpiai bajnokok is hisznek benne, akiket valamilyen sérülés ért, hogy a betegség egyszerűen kimegy belőlük ezen a nyíláson át. Hidd el, kicsim, ez nem humbug. Gyere, nem próbálod ki? Gyere, gyere nyugodtan. Te is érzed, ugye? Ülj csak le, ülj le. Vegyél egy nagy levegőt, és engedd ki lassan a nyíláson át. Mély levegő. És engedd ki lassan. Ez az, és most újra. És kifúj. Ti meg mit csináltok? Ez az egészségköre. Megyek, hívom doktor Wallace-t. Ezek a gyógyszerek fabatkát sem érnek. És ezzel nem segítesz. Hé, ő a legjobb. A Harvardi Egyetem professzora. A kandis cukorkísérlet átka. Nem egyszerű móka. De a srácok imádják. Sosem töltik vissza. Ez a magáé? Nem. Vicces neve van. Sörbet. Főleg, ha sokszor mondjuk egymás után. Sörbet? 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 Na jó, lehet, hogy nem olyan vicces, de azért elég fura. Sörbet. Szóval maga az új matek tanár? Miss Gray? Aha. Ben vagyok. Ben Smith, természetismeret. Mi a csodát akart azzal a szobanövényes feladattal? Ez egy érdekes kísérlet. Az osztály egyik felének az a feladata, hogy beszéljen kedvesen a növényeihez, a másik fele pedig ne. Aztán összehasonlítjuk a növekedési ütemüket. Miért érdekli? Rita Williams mamája hallotta, hogy a lánya magából kikelve ordibál a szobapáfránynak, és olyanokat mond, hogy szégyent hozol a családunk nevére meg hogy most mit bámulsz te, te szottyad vénkurva! És hogy reagált a páfrány? Na hát, ez már több a soknál. Megtenné, hogy befárad az irodámba, Mr. Smith. Attól tartok, hogy nincs más választásom. Viszlát, még találkozunk. Miss Gray, a hetes leesett. Nézze! Hé, hey, nem látsz a szemettől? Bocs. Ennek meg mi van a hajában? A kukából szedte ki. Lisa Vénusz. Igen. Mi az a hajadban? Infúziós kanül, látja? A monogrammom. Mi? Nem is a monogramom. De igen, majdnem. De hülye vagy. En.
A számok és anyagok játékhoz hoztam. Én is hoztam valamit. Számok és anyagok? Nem emlékszik. Minden pénteken behozunk számokat, amiket a természetben találunk. Vagy olyan dolgokat, amik hasonlítanak egy számra. Ne már! Hogy lehet, hogy maga mindent elfelejt? Hogy a fenébe akar itt tanár lenni? Dani, állj a sarokba! Ez az. Lisa, számok és anyagok. Halljuk. Ez itt egy nulla. A természetből. Aztán hogy lenne a természetből? Mikor ez műanyag? A műanyag is a természet része. Az ember készíti, és az ember a természet része. Mm-hmm. Igen, igaza van. Nullaszor bármi, az nulla. 127-ből nulla, az pont 127. 10 milliárdból nulla, az 10 milliárd. Mi van? Mi? Szuper. Mi ebben a szuper? N. Köszönöm. Ki akar a következő lenni jövő héten? Én szeretnék! A Szent János bogár, ahogy a neve is mutatja, egy bogár. Minden kontinensen megtalálható, kivéve az Antarktiszt. És miért világít? Jó kérdés. Elsősorban azért, hogy társat találjon magának. A hím fény bocsát ki magából, és vár. Várja, hogy a nőstény válaszoljon. Lisa! Miss Gray! Miért ülsz itt? Vársz valakit? A nagynénémet. Mindig késik. Meg akarja fogni a kanülömet? Nyugodtan. Érintse meg. Honnan van? A mamámtól. Nagyon beteg, rákos. Vörös parókája van. Találja ki, milyen rákja van. Tüdő? Nem. Vastagbél? Nem. Szájüreg? Nem. Torok? Nem. Mell? Nem. Máj? Nem. Hasnyálmirigy? Nem. Vér? Nem. Agy? Nem. Csont? Nem. Bőr? Nem. Mi lehet még? Szemrák. Nem tudtam, hogy olyan is van. Vadi új. A mamám az egyik első áldozata. Egy éven belül meghal. Lisa, van valami, amiben segíthetnék? Szeretem a kalózókat. És utálom Andy Giannót. Maga nem beteg? Lesz, hogy jön ide? Lisa! Gyere már! Ha tényleg segíteni szeretne, akkor soha ne legyen beteg. Soha. Lisa! Férjének nem orvosra van szüksége, hanem egy pszichiáterre. Mi a baj? Mi a baj apának? Semmi, minden rendben. De látom, gyere, menjünk, gyere, kicsi. Valahányszor feltettem a kérdést, a válasz mindig ugyanaz volt. Semmi. Lisa tudta az igazságot, és úgy hordta a fején, mint egy koronát. Ékszerként viselte azt a darab műanyagot. Nekem nem volt másom, csak egy szó. Semmi. Apa! La 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 la
Mi lenne, ha ma kirúgnánk a hámból, és elmennénk reggelizni, mint egy család? Miért nem vagyunk család? Mint egy igazi család. Jó reggelt! Hárman szeretnénk reggelizni. Köszönjük. Ez nem jó. Húzat van. Ez. Ez jó lesz? Nem, ez piszkos. Nagyon piszkos. Talán ott hátul. Nem, ez pont a légkondi alatt van. Ez megfelel? Igen, köszönjük, nagyon szépen köszönjük, tökéletes. Köszönjük. Köszönjük. Most pedig mosolyogni tessék. Elvégre szülinaposunk van. Szeretnélek megkérni, hogy menj el a háztartási boltba, és hozz egy zsák tápsót. Ne. 2 kilós? Ne. Nem most ünnepelünk. Mona, van egy meglepetésem. A születésnapodra. Hogy hívják? Mágnes terápia. Mágnes. Ne olyan hangosan. Nem akarom, hogy a hatóság fülébe jusson. Miért? Miért? Mert... képesek is elkobozták. Köszönjük. Fel akarják szántani az egészségkörét, meg akarják semmisíteni. Érted már? Ne zaklasd fel apádat. Miss Gray! Jó reggelt. A családja? Jó napot. Ben Smith vagyok, a lányuk kollégája. Természetismeretet tanítok. Jó napot, Mona édesanyja vagyok. Ön pedig bizonyára az édesanyja. Nagyon örülök. Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. Elnézést. Szabad? Kitűnő a rák koktéljuk, a pirítos bagett meg egyszerűen... Véletlenül nem ellenőr? Nem. Szóval... innen származik valahonnan, a környékről? Nos, ha röviden akarok válaszolni, akkor költöztem ide, amikor a mennyasszonyom könyvelői állást kapott a kórházban. Ó. Aztán lelépett az egyik ápolóval. Vicces volt, ellopták a kocsimat. Ne haragudjon. Ez szörnyű. Ne haragudjon. Most már nem bánom. Tévedés volt. Kicsi elkalkuláltam a dolgokat. Már biztos hallották 1000-szer, de hihetetlen, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Tényleg? Igen, sokan mondják, főleg a szánk. Igen, a szájuk is, meg a és szemük. És mi vonzotta a természettudományokhoz? Tulajdonképpen mindig is foglalkoztatott, hogy miért vannak úgy a dolgok, ahogy vannak. Persze egy kicsit apám hatása is benne volt, de tudós azt hiszem... tudós akarok lenni. Azt hiszem, elintézem azt a bevásárlást apának. Mona, ne! Még nem is ettünk. Szívesen segítek, Miss Gray. Várj! Tudod, 2 kiló? 2 kiló. Az ajándékod! Ne menjek magával? Ülj vissza! Téged ünnepelünk! Ma van a születésnapja. Boldog születésnapot! Mr. Jones! Elhoztam magának a legfrissebb szerszám katalógusunkat. Semmire sincs szükségem. Itt hagyom a névjegyem. Hívjon nyugodtan. Viszontlátásra! Egyszer mondtam neki valamit a nyakában lógó számokról, amikor 9 éves voltam. Jó napot, Mr. Jones! Látom, ma jobb hangulatban van. 9-szer jobban, mint tegnap. Tegnap 2-es volt.
Nagy dolog egy ilyen kislánytól, hogy észreveszi. Kitűnő megfigyelő vagy. Megfigyelés. Reggelente az első dolgom volt, hogy kinézzek az ablakon. Ha Mr. Jonesnak páros szám van a nyakában, akkor apa aznap nevetni fog. Ha páratlan, akkor az új gyógyszer hatni fog. Mr. Jones biztos tudja, hogy melyik szám segíthetne apán. Ha tudta is, sosem árulta el. Ő is csak egy volt a szomszédok közül, aki elfordult, ha meglátott minket. Ezért aztán minden Halloween-kor 5 tucat tojást törtem szét az autóján. Jó napot, Mr. Jones! Szia, Mona! Szóval, miért hagyja azokat a számokat a nyakában? Azt hittem, tudod. Hogy tudom? Mit tudok én? Nekem is megvolt a magam láthatatlan jele, ami annyit tett. Kap be, hazudozó, nem kell a rizsa. Azt a baltát kérem. $28. Látod, mire vagyunk képesek, ha mind összefogunk? Látod, mire vagyunk képesek? Ami otthon balta volt, azaz iskolában egy 7-es lett. Egy kis csomagolópapír, néhány csepp ragasztó, és a rémálom szammá és anyaggá változott. Lemon, mi a baj? Azt hiszem skorbút. Skorbút? Honnan veszed ezt? Ann, mi van veled? A nyelve! A nyelved? Mi van a nyelveddel? Megdagadt a nyelvem! Malária! Tessék, mentő? Halló, egy járványt szeretnék bejelenteni. Kérem, adja meg a pontos címet. Mintha bárányhimlős lennél. A pontos címet. Legyen mondjuk... Halló? A jövő héten malária. De csak akkor, ha már jól sikerült a tüdővész. Halló? Annak mik a tünetei? Fáradtság, köhögés, köhögjegyet. Mélyebbről. Halló? Még mélyebbről. Ez az, és most görcsöljön a hasad. Hajolj előre, mintha fel lenne fúvódva. Aha, így. Pontosan. Na, futás. Jól csinálod? Mintha nagyon fájna. Mi folyik itt? Szerepjáték. Kisasszony. A gyerekek így jobban megértik a testükben zajló folyamatokat. Maga! Örült!
van rúgva? Eddig két szót sem szólt hozzám. Most meg kirúg? Kelj fel, Lisa. Nem vagy beteg. De igen, rákos vagyok. A mamám parókája igazi hajból van. Vannak műhajból is, de azokon nagyon látszik. Elég, Lisa. Kelj fel. Mindjárt. Még nem fejeztem be. Miss Gray, az mi? Az egy hetes. Az nem hetes, hanem egy balta. Az egy hetes. Nyalizós kis tréber. Elég volt en. En azért ilyen undok, mert a papájának barátnője van. És a mamám, aki en mamájának az ügyvédje, fényképpel tudja bizonyítani. Nem is igaz. De igen. Levön, már megint össze-vissza fecseksz. Légy szíves, menj a sarokba. Jól van. Tudja-e valaki, hogy ez mi? Kacsacsőr. Olyan, mint egy száj. Egy madárfeneke! Danny! Indíts a sarokba! Szóval legyen ez egy száj. Egy olyan száj, ami mindig éhes. És mivel 179 kevesebb, mint 255, a száj meg akarja enni a nagyobb számot. A száj az 5556-ot eszi meg, mert az a több. Úgy van. Ezt a jelet úgy nevezzük, hogy kisebb-nagyobb jel. Most rajtatok a sor. Írjatok fel példákat. Meghalok, diftériám van! Kifelé, de azonnal! Ne, Ellen, már megint. Álbetegség? Ez könnyű. Az álbetegség kisebb, mint az igazi betegség. Autóból esett? Biztos, hogy össze lehet hasonlítani ezt a kettőt? Biztos. Nekünk már volt autóból esetünk, és túléltem. Háború? Öregség? Az öregség nem nagyobb, mint a háború. Ez hülyeség. A betegség a legnagyobb. Mi? Kegyetlen gyilkosság. Kegyetlen gyilkosság? Az enyém a legnagyobb. Nem biztos. Azt mondják, a sorozatgyilkosok mind őrültek. Céki, de igaz. Rák? Üsse, gyerünk! Elég! Hagyjátok abba! Vagy behívom a szüleiteket! A mamáját azt te hívhatja. Fogd be! Nem kéne egy kicsit nagyobb fegyelmet tartani a Miss Gray? Otthon gyűjtsetek még példákat a kisebb-nagyobbra, ez a házi feladat! Lisa. Egy ember sem ér többet a másiknál. Világos? Ez nem igaz. Maga a legjobb tanár ebben a suliban. Képzeld, az én papám is beteg. Lisa, elkésel az óráról. Megyek már. Nos, kedvesem, ez a kis Lisa láthatóan nagyon megszeretett. Úgy látom, sikerült nagyon különleges hangulatot varázsolnod.
De van valami, ami nem fér a fejembe. Miért hozott ez a kislány tegnap ebédre cigarettát, sonkás szendvicset, margarint és egy doboz édesítőszert? Te nem találod furcsának? Olyan, mintha valami diéta lenne. Lehet, hogy rákosoknak. Úristen, tényleg igazad van. Még jó, hogy itt vagy neki te ezzel a nyugodt, kiegyensúlyozott lényeddel. Hála az égnek. Hát akkor este találkozunk. Este? Szülői fogadóra, pontban 8-kor. Nézd csak meg ezt itt. Abba hagynád végre? Igen, nagyon ötletes. Nem, te hagyd abba. Azért jöttünk, hogy találkozzunk N tanáraival. Akkor a matek tanárt hagyjuk utoljára. N szerint elvarázsolt egy figura. Jó napot. Biztos maga a matek tanár. Lisa nagynénje vagyok. Büszke lehet a kislányra. Mindig utáltam a matekot. Ez van, de Lisa azért elég fura. Azért nem lehet túlzottan könnyű neki mostanában. Hát nekem sem. A fél országot átvezettem, hogy ide jöjjek és vigyázzak rá, és még csak azt sem mondják, köszönöm, vagy valami. Mindegy. Az ingatlan bizniszben voltam. Tovább akartam tanulni. Hát most már süthetem. Miért? Ha Lisa mamája meggyógyul... Meggyógyul? Szálljon le a földre, kisasszony. Elnézést. Bocsánat. Az álmomban milyen szép voltál. Az álmomban. Csak nem a búgó baritonom csalta ki ide? Nem, nem, csak... Ha bárki kérdezi, épp egy fontos kísérletben vagyok. Buboréknyomás. Rühellem a fogadóórákat. Én is. Hurrá! Valamiben egyetértünk. Csak nem nevet. Nem. De igen. Szép, amikor mosolyog. Azt hiszem, ideje visszamennem. Hé, el ne menjen! Végre elkezdődött valami. Emlékszik? Legutóbb, amikor találkoztunk, kirúgott. Kirúgott engem. Pedig higgyel, magát előbb fogják kirúgni innen. Láttam az ötöst, amit Ellen egy szelet húsból csinált. Jézusom, rémálmom volt tőle. Azért Lisa haldoklása sem volt semmi. Tudom. Tudja, hogy az édesanyja rákos? Persze. Ezért választotta ezt? Haldoklik. Tudom. Ezért választotta ezt? Én bemegyek. Várjon. Megpróbálja? Fújjon bele. A buborék fújás nem igazán a műfajom. Meg, hogy nem a maga műfaja. A buborék egy kör. Ez matematika. 360 fok. Na gyerünk. Meglátja, hogy milyen szép lesz. Amikor először megláttam magát, épp órát tartott, és a gyerekek ott álltak a tábla előtt, és mindenféle számjegyeket formáltak a testükből. Nagyon tetszett. Mm-hmm.
Tudtam, hogy maga egy nagyon különleges lány. Na jó. Bocs, de most már tényleg vissza kell mennem. Látja? Sikerült. Viszlát, Mr. Smith. Viszlát, Miss Gray. Egyszer egy texasi nő leírta az összes számot 1-től egészen 1 milliárdig. Beletelt jó pár évbe. És egy csomó papírba. Újra hasznosított papírra írt? Nem tudom. Mert ha igen, akkor ez egy jó mese, de ha nem, akkor ez egy rossz mese. Szólhatnál a nénikédnek, hogy csomagoljon valami finomabb ebédet neked. Nem élhetsz örökké chipsen és kakaón. Dehogy nem, a kalózok is ezt teszik. Miért szereted úgy a kalózokat? A papám kiskoromban egyszer elvitt egy igazi kalózhajóra. Élhetek veled, ha meghal a mamám? Nagyon kicsi a lakásom. Én sem vagyok nagy. Nem lehet, mert nem lenne igazságos a többi gyerekkel szemben. Persze mindig segíteni fogok a matekleckében, de nem lenne igazságos. Értem. Baromira tetszett. Maga egy csodálatos tanár. Csak nem előlem bujkál. Dehogy. Csak kiejtettem valamit az ablakból. Micsoda? Egy másodfokú egyenletet? Inkább egy tizedes veszőt. Akkor azt láttam az előbb. Ott repült arra. A tizedes veszők nem tudnak repülni. Akkor mit tudnak? Eldőlnek. Maga a legfurcsább nő, akivel valaha találkoztam. És? És... Jöjjön. Keressük meg azt az... eldőlt tizedes vesszőt. Este moziba megyek. Nem szeretem a mozit. Jó, én nem is hívtam. Na jó, azért eljöhet velem, hogyha akar. Közd, de nem járok moziba. Mi ez? Olyan, mintha soha nem hallgatna zenét. A zenét is utálom. Harmadik hazugság. Be kell ugranom a szerszámboltba, hogy vegyek pár szöget. 4. Utálom az akciófilmeket. 5. Nem is 5. De, pontosan 5. Mozi, zene, az összesen 5. Maga egy krónikus hazudozó. Ez nem igaz. Egy lány maga. Na jöjjön, nézzünk meg egy filmet. Lehet nekem kukoricát. Csak azt nem mondja, hogy azt is utálja. Szögeket kell vennem.
A középső sorban leszek középen. Hová megy? Elfelejtettem a kukoricát. Elégezgettünk neki, nem? De én a vajasat szeretem. Ssst, csöpög a vajtól. Üljön már le. Jöjjön. Az a fickó ott, egy profi bankrabló, akit épp a legnagyobb dobása közben kaptak el. Közben folyik a nyomozás egy sorozatgyilkos után, aki bankok páncéltermeiben hagyja az áldozatait, és a testüket kitömi bankjegyekkel. A zsaroknak szükségük van. A bankrabló segítségére. Milyen címletekkel tömi ki a holttesteket? Tisztában van a feladatával? Bízhatnak bennem. Fogalmam sincs. Attól tartok, nincs más választásom. Akkor még egyszer egyeztessük az óráinkat. Ha 35 percen belül nem vagyok itt, de jó kérdés. Küldjenek erősítést. Ez az ujjam volt. Bocsánat. Nem kell bocsánatot. Hallgatna végre, kisasszony. Öreg, ülj arrébb, ha zavarunk. Én? Miért én? Mert azt mondtam. Maga most megvédte a becsületemet. Tessék. Honnan tudja, hogy itt lakom? Követtem. Futni azt tud. Ezt meg kell hagyni. Régen futottam. Miért szaladt ki a moziba? Ismerem ezt a művészt. Ezt ki csinálta? Paul. Olyan, mint egy magányos hetes. És ezt a vulkánt? Ellen. Ellen. Ba-ba-ba-bam! Szuper. Jó, ez a pöttyös. Szám csokor. És ez? Lisa műve. 6-os szempillákból. Jézusom, ez igazi? Attól tartok. Eredeti. Tetszel nekem. Nem éreztem így
Már nagyon rég senki iránt. Mennyi ideig volt menyasszonyod? 7 hónapig. Melyik hónapokban? Decembertől júliusig. Miért? Az 212 nap. Kivéve, ha szökő év volt. Pontosan? Igen. Biztos. Mosdóba. Minden rendben? Mi a baj? Még nem vagyok kész rá. Nekem nem úgy tűnt. Nem akarom. Mit csináltál a fürdőszobában? Menjen, légy szíves. Hazudsz. Gyerekek! Gyerekek! Miss Greynek hívnak, és egy kicsit zakkant vagyok. Ki akar velem csörögni egyet? Miss Grey nem zakkant. De igen. És te is az vagy. Elkésett. És különben is, ma én jövök a számok és anyagokban. Biztos, hogy te jössz? Nem szoktam hazudni. Tadám! Látjátok? Tökéletes. Asta! Hol szerezted? Én csináltam. 42 megőtt egyenlő 48. Nem igaz. 47. Ne mondd, hogy te csináltad. Tudom, hogy ki ez a lánc. Az enyém, és én csináltam. Éhen halok, menjünk már! Menj te is, Lisa. Oké, de ne engedje, hogy ennyivel megúszza a dolgot. Szóval, mi lenne, ha te és én most együtt elmennénk a szerszámboltba, és szépen visszaadnánk a láncot Mr. Jonesnak, aki ettől olyan boldog lenne, hogy hálából még jutalmat is adna neked. Jutalmat? Köpök a hülye kis jutalmára. Nincs joga elvenni tőlem a szünetet. Azonnal add vissza!
Bolond. Én mehetek? Elmehetek magával a szerszámboltba? Utána meg elkísérhet a mamámhoz a kórházba. Hé, hey, kösd fel a gatyát a holnapi kénsav kísérlethez. Nem semmi lesz. Mr. Smith! Na mi újság? Nincs kedve eljönni velünk a szerszámboltba, Miss Gray-je? Ja, sajnos nem tudok. Még be kell néznem a délutáni fizika szakkörre, mert megígértem, és nálam az adott szó szent és sérthetetlen. Mindig megtartom a szavam, nem úgy, mint egyesek, de azért kösz az invitálást, kölyök. Pedig meg fogja bánni. Mr. Jones! Mr. Jones! Mr. Jones! Elment és nyitva hagyta a bejárati ajtót. Lehet, hogy elrabolták a kalózok. Azt mondja, még meg kell gondolnia, hogy beleegyezik-e a műtétbe. Délután bejön erre. A felesége, és akkor Lerogyott a padra, és olyan jó ízű nevetésben tört. Mama! Szia! Lisa. Bemutatom a matematika tanáromat, Miss Gray-t. Lehet, hogy ő láthatatlan. Miss Gray! Miss Gray, erre! Itt van! Miss Gray. Lisa, mit szólnál egy kis chipshez? Éhen halok! Te jó ég, akkor ne késlekedjünk, futás! Tetszik a haja. Jöjjön, a rák nem ragályos. Lisa akarta, hogy ma én hozzam be magához. Hát igen, nem nagyon szereti a nővéremet. De magát igen. Én is nagyon szeretem. Az édesapja tényleg elvitte a kalózokhoz? Elmesélte? Dehogy. Nem is ismerte az édesapját. Azt hittem. Megtenné, hogy ránéz majd néha, ha ráér. Hát persze. Jones! Mama! Mama! Apa, nem láttátok Mr. Jones-t? Nem tudod, hol lehet Mr. Jones? Elment. És nem találom a slussz kulcsomat. Kiment el, Mr. Jones? Nem. Az apád. Az apád lelépett. Mi? De hát hová ment? Fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy itthon nincs. Ezeket most találtam. A mosógép mögött. Ott rejtette el. Nem tudom, mióta nem szedi a gyógyszereit. Sosem történt volna meg, ha itthon laknék. Elég! Nem tudsz rajta segíteni!
Csak tudnám, hol lehet. Apa! Az édesapja? Próbáltam rávenni, hogy hagyja abba, de nem reagált. Apa! Az energia csapdába esett. Ebben a körben. Ki kell szabadítani. Gyere haza. Ne hívjak segítséget? Kiszabadítalak. Nem, minden rendben. Köszönöm. Miért nem szeded a gyógyszereidet? Mert méreg. Megmérgezi a testem. Dehogy is, meggyógyít. Hát nem érted? Itt kell leásnom. Ha nem nyitom ki. Akkor... Apa... Gyere haza. Nem akarod, hogy meggyógyuljak? Ez a legfőbb álmom. Amit a számok is anyagokhoz. Tudom, hogy nem péntek van, de ez írtó klassz. Az apám műkarja. Hozta, hadd fogjam meg! Pont olyan, mint egy egyes, nem? Klassz, mi? Nem is olyan, mint egy egyes. Inkább olyan, mint egy kar. De igenis, ez egy egyes. Vigyázz már! Hajtítani lehet? A papádnak hogy esett le a karja? Nem esett le. Egy bomba leszakította a háborúban. Miss Gray, kivonás is lehet? Ha-ho, Miss Gray! Miss Gray! Mi van? Kivonás is lehet? Hé, hey, ez a papámé! Emel! Add vissza azonnal! Emel! Add vissza Dannynek a papája karját! Add vissza! Add ide! Tedd le! Tedd le, de azonnal! Miss Gray, nem adja vissza! Miss Gray, mi van, nem tud fegyelmet tartani? Ki fogják rúgni? Fogd be! Add már vissza! Azt hiszed, hogy érdekel valakit a véleménye? Add már ide! Miss Gray, oda nézzen! Ketté osztalak, kivonlak, és megtöbbszörözlek! Lisa! Menj az ajtóhoz! En! Tanulj meg szépen viselkedni! Jól van. Semmi baj. Ne haragudj. Én... Lisa! Engedjen! Hagyd abba! Elég! Meghalt a mamám! Meghalt! Nekem miért nem lehet rákom? Elegem van Lisa színjátékaiból! Ann! Szétvágom 1000 darabra! Anna, vegye el tőle! Tedd le a baltát! Szétverem nem a fejét! Nem mondj ilyet! Szétvágom 1000 darabra! Nem fogsz szétvágni senkit! Gyűlölöm! És magát is! Add ide a baltát!
Eljön a pillanat, amikor körülnézel, és várod, hogy valaki segítsen. Aztán lassan rájössz, hogy mások szorulnak rád. Neked kell segíteni rajtuk. Te vagy a felnőtt. Te vagy az egyetlen felnőtt. Csak még nem nőttél fel hozzá. Az élet sokkal nehezebb, mint a matematika. Apa! Kilenc varratom van. Nekem meg 27. 9 × 3 az 27. Igen, úgy van. Mit csinálsz? Amit maga szokott. Az ebédszünetekben sokszor utánoztam. A padnak ugyanolyan a hangja, mint a tanári asztalnak. Miért csinálja? Hogy miért? Akkor csinálom, ha úgy érzem, egyedül vagyok. Akkor kezd kopogni. Olyan akarok lenni, mint maga. Ez butaság. Ne akarj rám hasonlítani. De én is egyedül vagyok. Teljesen egyedül. Az hagyján, hogy behozott egy baltát az iskolába. De hazudott is, amikor azt állította, hogy diplomás tanár. Szégyellje magát! Lehet, hogy csodálatosan tanítja a matematikát, de megkérem, hogy ne lépje át az iskolám küszöbét. Soha többé! Mr. Jones! Csinálnak. Te mit csinálsz? Törés innen!
Szóval nem halt meg. Miért kellett volna meghalnom? Mi folyik itt? Fogalmam sincs. Megtaláltam a számait szétszórva a városban, és a boltja nyitva, a kocsia meg sehol. Kimennél végre a hálószobámból? Ki ez a lány? Mona Gray. Mona Gray. Magunkra hagynál végre? Ne hívjam a rendőrséget? Nem kell. De hát szükségem van a számaira. Különben honnan fogja tudni, hogy milyen hangulatban van? Ne haragudj, mindjárt visszajövök. Bocs. Miért nem hordja már a számait? Mi között hozzá? Hogy mi közöm hozzá? Maga szerettette meg velem a matematikát. Magától tanultam mindent. A nyakában lógó számot és a hozzá kapcsolódó hangulatát egy grafikonon ábrázoltam. Egy grafikonon? Nem akarsz leülni? Nyitva hagytam a boltot, eladtam a kocsimat. És mindez a 42 miatt. Nem érdekelt semmi, hiszen a nyakamban ott lógott a 42-es. Láttam magát aznap. Csodálatos nap volt. Életem legszebb napja. De mitől lett egyszeriben 42? És rájöttem, hogy ha nem kötöm magam a számokhoz, akkor bármi lehetek. Nem értem, miért foglalkoztat ennyire ez a dolog. Te voltál a legrosszabb kislány a környéken. Minden Halloweenkor tojással dobáltad meg a kocsimat. Tudta, hogy én voltam. Persze. Azt viszont sosem tudtam, hogy miért. Miért csináltad? Mert éreztem, hogy semmibe vesz. Ahogy az apámat is. Micsoda? Soha sem érdeklődött felőle. Dehogy nem. Nem, soha. Egyszer épp kint játszottál a kertben, és megkérdeztem, mi történt az édesapáddal. Mintha nem lenne rendben. De igen, pontosan emlékszem. Ott álltál azon a helyen. Az a zöld gumicsizma volt rajtad, és köveket dobáltál a fára. Amikor az édesapádról kérdeztelek, azt felelted, fogja be, Mr. Jones! Újra meg kellett volna kérdeznem. Sajnálom. Lehet, hogy aznap csak rossz napot volt. Nem emlékszem olyanra, amikor nem volt rossz napom. Szóval, mi a baja az édesapádnak? Azt hiszi, hogy meg fog halni. És szerinted is meg fog halni? Nem hiányzik a futás. Nem érdekel, hogy mi van a lábammal? Meg sem kérdezted. Bocs, csak épp az járt a fejemben, hogy csinálni kéne még egy egészségkört a kertben, de ezúttal sokkal nagyobb sugárral. Az előző túl kicsi volt. Azt hiszem, nem ártana egy nagyobb kerületű kör. Mit gondolsz? Nem tudom. Azt hiszem, én már nem tudok segíteni. Drága gyermek, semmi baj, akkor várj meg nyugodtan az autóban.
nem értett meg. De én végre igen. Ezt ma kaptam. Mr. Smith, hello, Miss Gray. Elég tömör üzenet. Nem tudom, mit írhatnék még. Lisa akarta, hogy meglátogassalak. Hogy van, Lisa? Csendesebb. Nem olyan, mint régen. Ne haragudj. Igazad volt. Hazudtam. Csak hogy tudd. És legközelebb, ha lesz még egyáltalán legközelebb, ha azt mondom, hogy ki kell mennem a mosdóba, ne engedj ki. Nem szeretnék a mosdó felelőse lenni, Miss Gray. Mona! Valamit elfelejtettem. Hazudtam. Szeretnék a mosdó felelősöd lenni. Nincs szükségem mosdó felelősre. Biztos? Miss Gray, Alicia Bees. Levem mamája vagyok. Oh. Ügyvéd vagyok, és azt hiszem, jó eséllyel indíthatna pert Andy Giano családja és az iskola vezetése ellen. Méltányos kártérítésre számíthat. Ami azt illeti, mindössze egy dolgot szeretnék. Tehát beleegyezik, hogy amennyiben az iskola visszaveszi az állásába, úgy eláll a pertől, vállalja, hogy esti tagozaton megszerzi a diplomáját, és többet nem visz veszélyes háztartási eszközt az osztályba. Megkaphatom.
Annyira igazságtalan ez az egész. Még randizni sem tudok miatta. Ne higgye, hogy szívtelen vagyok. Tényleg nem. De nem fog menni. Köszöntjük a stúdióban, Mrs. Baker! Tudom, szörnyen hangzik. De nem vállalom. Én igen. Apám meséjében azért volt egy kis bökkenő. A szeretet nem azt jelenti, hogy fel kéne áldoznunk egy részt magunkból. Az épp egész többet ér, mint a részekből összerakott egész. Mit látsz? Nézzétek! Azt a... Van önként jelentkező? Jó, legyen az egyik, Isabel, és David, és Kevin. Az egyik tóban 122 béka van, a másikban meg 57. Akkor hány béka van összesen? Elég gusztustalan példa. 179. Helyes. Nem tudsz szebbet kitalálni? Na várj csak. Megvan. Tegyél bele egy hármast, meg egy kalóz. Magyar hangok. Vadász Bea, Pekár Adrien, Koller Virág, Csőre Gábor, Jakab Csaba, Laudon Andrea, Rátonyi Hajni, Kis Eszter, Ducsai Ábel, Bogdán Gergő, Straub Norbert, Csuha Lajos. Magyar szöveg Kömlei Anna, hangmérnök és vágó Hollósi Péter, gyártásvezető Molnár Melinda, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkront az HBO megbízásából az SDI Media Hungary készítette, produkciós vezető Szép Erzsébet.